Maja Lönde, Hónővér, harmadik fejezet. Tovább mentem néhány métert, de Hedvig megint utánam szólt. Nem mondtam komolyan, majd futó lépteket hallottam a hátam mögül. Ekkor megálltam és hátrafordultam. Úgy szaladt, hogy szinte repült, és lélekszakadba ért oda hozzám. Bocsánat, bocsánat, ne haragudj, mondta. Nem tudtam, mit feleljek. Talán nekem is bocsánatot kellene kérnem, de nem láttam értelmét, hiszen úgysem akartam többé Hedviggel foglalkozni. Haza kell mennem, közöltem. Tényleg? kérdezte Hedvig. Leckét kell írnom, tettem hozzá. De hiszen péntek van, csodálkozott Hedvig. Külön lecke, magyaráztam. Egy csomó hétvégi házi feladat. A tanárunk új szokása. Arra gondoltam, lehetnénk barátok, mondta Hedvig. Barátok? Felteltőleg nagyon különösen hangzik, ismerte el Hedvig, de azt hiszem, mindketten rettentően megbánnánk, ha nem lennénk barátok. Ha itt és most elválunk, egész hátralévő életünkben azt kívánjuk, majd bárcsak visszacsinálhatnánk. Ő, feleltem. Egész hátralévő életünkben vissza akarjuk csinálni. Tényleg ez a lány a legfurcsább ember, akivel valaha találkoztam. Ezért szerintem, ahelyett, hogy elválnánk, eljöhetnél velem haza, mondta. Igen? Válaszoltam. Hedvig egyszer csak újra elmosolyodott. Igazán széles mosolya volt, és képtelenség volt nem visszamosolyogni rá. Főzhetnénk kakaót, vetette fel Hedvig. Kakaót! kérdeztem vissza. Furcsa volt, hogy éppen a kakaót javasoltam, mivel szerintem, ahogy talán emlékszel rá, annál finomabb nincs is. Van mézes kalácsunk is, tette hozzá Hedvig. Mézes kalács, ismételtem meg, és éreztem, hogy megkordul a gyomrom. Mellesleg szerintem a mézes kalácsnál sincs finomabb, főleg, ha kakaót iszik hozzá az ember. Nincs messze, mondta Hedvig, pár sarokra lakunk innen, a Fjordveinen kettőben. Na jó, álltam rá. A lecke talán várhat még egy kicsit, ha egyszer van kakaótok. Így történt, hogy hazakísértem Hedvig Hansent. Egy régi fehérre festett házban laktak. Nagy kert közepén állt, amelyben a fákat és a bokrokat hóborította minden ablakban meleg fény égett, a bejárati ajtón pedig hatalmas fenyő ajakból font lógott, rajta sötétvörös szalag. Úgy tűnt itt már mindent feldíszítettek karácsonyra. Hedvig benyitott az ajtón és belépett. ha senki sem felállt. Biztos csak elszaladtak fel a mondta. Levettem a cipőmet. Sok más cipő állt már ott. Barna cipő, Férfi cipő, fekete női csizma, és néhány pár fiú cipő nagyjából az én méretemben. Van egy testvéred? kérdeztem. Igen, felelte Hedvig, egy bátyám. Remélem, nem sokára megismerkedtek. Nagyon ügyesen rajzol. Néha én is próbálkozom, és pontosan tudom, hogyan kellene kinéznie a rajznak. Csodálatos képek vannak a fejemben, csak képtelen vagyok papírra vetni őket. Érted, ugye? Csak durva csúnya ceruzabonások lesznek belőle, és nem hasonlítanak semmi valódira. A bátyám rajzai viszont, mintha az alakok leugranának a papírról, és megelevednének. Megelevednének. Remélem egyszer majd találkoztuk, és te is meglátod, mit tud. Hedvig elvette a kabátomat, és felakasztotta a sajátja mellé egy fogasra. Éppen csak elfértünk az előszobában, mivel mindenütt téli ruhák, vastag kabátok, sálak és sapkák lógtak. Üdvözöllek a gaj villában, mondta Hedvig, számomra ez a világ legjobb helye. Neve is van a háznak? kérdeztem. Minden magára valamit adóháznak kell, hogy legyen neve, közölte Hedvig tiéteknek nincs, akkor mondd meg a szüleidnek, hogy essenek gondolkodóba, és mielőbb találjanak ki neki valami igazán vicceset. A gaj villa nekem nagyon tetszik. A gaj és a villa szóban is van, ó, így már majdnem rímel. Amikor ide költöztünk, azonnal tudtam, hogy jól fogom érezni magam, mert abban a házban, amelyiknek ilyen kedves neve van, csak jó lehet lakni. Igen, helyes álltam. Lehet, hogy igazad van. Egyébként mikor költöztetek ide? Ó, még kiskoromban. Gyere, mondta Hedvig, a konyhára van. Egy hosszúgás előszobán vezetett át, amelyről sok ajtó nyílt, némelyik résnyire nyitva át, de a szobákba nem láttam be. Hedvig a baloldali harmadikhoz sietett és benyitott rajta. A nagy konyha kékre volt festve, és olyan finom étel és mézes kalács illat terjengett benne, hogy még jobban megéheztem. A falakon serpenyők és lábasok lógtak, a tűszáj mellett hatalmas virágos cserépedényben merőkanalak és habverők álltak. Úgy tűnt, Hedvig otthonosan mozog bent, mivel felugrott és leakasztott egy lábost a falon lógó egyik kampóról, a tűzhelyhez párdult, bekapcsolta az egyik főzőlapot, tejet vett elő a jókora hűtőszekrényből, főző csokoládét egy fiókból, töltött egy kevés tejet a lábosba, néhány kocka csokit dobott bele, majd a virágos edényből kihúzott habverővel kevergetni kezdte. Gyakran főzöl? Érdeklődtem. Nagyon, felelte Hedvig, főleg kakaót, kavargatta a lábos tartalmát. Egy csöp sem lőttjent ki belőle, aztán hirtelen eszébe jutott valami. – De is kell! Az hűtőszekrényhez lépett és kivett egy bögrét, tele már felvált tejszínhabbal. – Reggeliről maradt – mondta. – Ti hétköznap reggelire is kakaót tisztok. Majdnem minden reggel. – Legalábbis, ha rajtam múlik. – És rajtad múlik? – Szerinted? – Nevetett, és jól láttam a fogai közötti nagy rést. – aztán a kakaót nagy kék bögrébe töltötte, és mindkettőre tett egy nagy kanál tejszínhabot. Kirakott az asztalra egy tál kalácsot, és kitárta a karját. Parancsolj, foglalj helyet, kedves vendég, nem is sejted, mennyire örülök, hogy megismerkedtünk. És ahogy ott ültünk a konyhában, ittuk a tejszínhabos kakaót, és vastag fehér bajszunk lett, mint az öreg bácsikáknak arra gondoltam, hogy nem Hedvig az egyetlen, aki örül annak, hogy megismerkedtünk. És nem csak, hogy örültem, hanem furcsa módon azt is éreztem, hogy a találkozásunknak jelentősége is van. Azt azonban még nem is gyanítottam, hogy Hedvig az életemet is megváltoztatja majd.